Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 10 napos elvonulás utolsó estéjén. Nagyon jó, hogy itt vagyunk. Pár nappal ezelőtt nem ezt mondtam volna. Inkább azt mondtam volna, hogy haza akarok menni, és ez teljesen normális egy ilyen hosszú és nehéz elvonuláson. Ez az én tapasztalatom. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és annak is, hogy együtt gyakorolhattunk. Külön hálás vagyok a gyakorlói közösségnek, hogy ilyen fegyelmezetten csinálta végig a gyakorlást. Kezdve azzal, hogy minden hajnalban a meghirdetett ébresztés előtt, kivétel nélkül, ha jól sejtem, akkor mindenki eljött leborulni még a hajnali éneklés előtt, és ez nekem nagyon, nagyon, nagyon sokat jelent. Az is nagyon jól esett, hogy ennyire összehangolódtunk. Nagyon hamar sikerült összehozni az energiákat, és együtt gyakorolni, együtt dolgozni. Mindenki türelmes és elfogadó, és odaadó volt a másikkal. És ez nagyon fontos, ezt szeretném nektek ezúton is megköszönni. Nehéz volt. Nekem ez most nagyon nehéz volt. Nem voltam még 10 naposon, 10 napot voltam már egy húzamban téli elvonuláson, 10 naposon viszont most voltam először, és nagyon, nagyon nehéz volt. Jóval a kezdés előtt, mielőtt ide jöttünk, bekapcsoltak blokkok, fájdalmak, félelmek, és már elkezdett akkor dolgozni bennem ez a, nem is tudom, hogy minek nevezzem. És a 3 meditációs gyakorlat közül a mantrával dolgozom most, és beütött az első, már az első éneklés során, hogy most ez lesz, és erre az első interjún visszaigazolást is kaptam, hogy most ennek van itt az ideje, és szó szerint szíven szúrt. A szemfülesebbek sejthetik, hogy melyikről van szó. Eszméletlen fájdalmak, félelmek, harag jött föl bennem, amit utálok, mert ilyenkor kiderül, hogy nem vagyok tökéletes, nem vagyok jó, és nem szeretem, nem szeretem. Miért járok mégis ide, újra és újra visszajövök? Egyrészt miattatok, mert egyedül is jó gyakorolni, de együtt sokkal jobb, és aki valaha végzett gyakorlást gyakorlói közösségben, szangában, az tudja, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Összeadódnak, nem is összeadódnak, hanem megsokszorozódnak ilyenkor az energiák, és óriási tanításokat kapunk egymástól is, meg mindentől is amúgy. Emiatt nagyon nehéz, de ugyanakkor könnyű is. Egy ilyen kettősség van bennem most ezzel kapcsolatban. Mégpedig azért, mert könnyű az egész egy keretrendszerbe van beleágyazva, amit ez a hagyomány ezüsttálcán kínál nekünk. Mindennek megvan a helye, az ideje, a módja, semmi nem kell gondolkodnunk, hogy
hánykor keljünk fel, mit főzünk, mit együnk, mit takarítsunk ki éppen aznap. Minden megvan. Mindennek megvan az ideje. És ez egy ilyen könnyűvé teszi a gyakorlást, és mintha rá feküdnénk a víz hullámaira is, és csak tudunk áramlani. És itt jön a nehézség, hogy felszínre tudnak törni a tudat tartalmak, amik a lelkünk legmélyebb bugyraiból jönnek. És hogy miért járok még ide? Nagyon sokat segít nekem a gyakorlás a munkámban. Házi orvosként dolgozom is. Nagyon sokat használom a miben segíthetek kérdést. Egészen átértékelődött, amióta gyakorlom. Nem tudnám szavakba leírni, hogy mit jelent, de nagyon sokat jelent, és minden napokban használom ezt a kérdést. Másrészt a munkám része a szenvedés, a betegség és a halál napi szinten. Ebben is nagyon sokat segít nekem a gyakorlás. Valamiért azt érzem, hogy nekem ez a túléléshez kell ahhoz, hogy túléljem az élet szörnyűségeit, és most nem kell ahhoz betegekkel foglalkozni, meg halállal találkozni, mert a világban eleve ez van, és bárcsak ne ezt kellene mondanom. Amit még segít nekem a gyakorlás, az hogy minden kritikus helyzetben megvan az a bizonyos, illetve hát minden helyzetben azért nincsen, de többnyire nagyon sok segítséget kapok abban, hogy helyesen ismerjen föl a helyzeteket, és hogy helyesen cselekedhessek. Még egyszer nagyon köszönöm nektek, hogy együtt gyakorolhattunk. Csináljuk azt továbbra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.